amikor megérkezünk, akkor fel szoktunk menni a gyerekekhez a teremben, még az óra előtti szünetben, és mindig mindenki odaszalad hozzánk, nagyon örülnek nekünk, megölelnek, és ez egy nagyon jó energiát ad nekünk. Tehát mindig tudjuk úgy kezdeni az órát, hogy már van egy ilyen lendület bennünk, amit a gyerekektől kapunk. Úgy jutott eszünkbe az órának a terve, meg igazából a fél évnek is a terve, hogy együtt dolgozunk másik két művésszel, és hogy próbáltunk az ő koncepciójukhoz is alkalmazkodni és csatlakozni. Amikor általában megérkezem az órára, akkor előtte mindig van bennem egy kis izgalom, mert azért, vagy hát egy ilyen kis felfokozottság, mert ez nem egy hétköznapi állapot, legalábbis az én életemben, mivel nem vagyok tanító. És az, hogy ennyi gyereket így összefogni, és valami olyat adni, vagy valamit így hát kicsit levezényelni nekik, az egy olyan feladat, amire fel kell készülni, de amikor találkozunk, akkor már mindig ez feloldódik rögtön, mert akkor a szeretettel fordulnak felénk. Minden mozogjon nagyon lass! Az, amit most láttatok, ahova eljutottunk, az fantasztikus. Tehát az persze a mi munkánk is nyilván benne van, rengeteget dolgozunk velük, de ez, amit most itt láttatok, ez nagyon nagy sok munkája benne van az Ákosnak és a Jázminnak, hogy ők most már ezt így tudják. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy álljatok körbe, akkor nem kell őket 10 percig terelgetni, tudják mi az, hogy állj be a körbe. Ha hallanak egy dalt, akkor éneklik, elkezdik énekelni. A magyar népzene ugye alapvetően nagyon sok ember szemében egy lezárt műfaj, de mi pontosan azt szeretnénk mutatni, hogy ez mégsem annyira lezárt, mert egy nagyon híres népzenész mondta azt, hogy a népzene az egy historikus popzene. És tulajdonképpen ez így van, mert igaz, hogy egy lezárt és az emberek megéneklik az érzéseiket, de mi attól ugyanúgy megénekelhetjük a saját érzésünket, és szerintem sokkal közelebb tudjuk hozni a gyerekekhez a népdalokat, mint hogyha azt mondjuk, hogy most csak ezzel a szöveggel lehet énekelni ezt a dallamot. Mikor bemegyek mindig a múzeórára, akkor annyira jó, hogy nem hinnéd el. Egy nagyon-nagyon fontos feladatunk lenne mára. Nagyon-nagyon fontosan meg kellene csinálni mindazt, amivel a lány mesében találkozik. Jó, megcsináljuk? Igen! Emeljük fel szépen a kezeteket, hogyan van ennek a tetője. Kicsit tegyük beljebb a kezüket, és így vagyunk szépen a kemencének a falán. Rendben? Hogy képesek legyenek közösen létrehozni egy egységet. Ebben ez az, ami a leginkább fontos szerintem. Tipikusan olyan dolog például a kemence, amit többször megcsinálunk, és több alkalom után fognak már ráérezni arra, hogy ez milyen, és akkor mindig kipróbálja mindenki, hogy milyen, amikor kenyér, milyen, amikor ő fal, milyen, amikor ő tűz. A mese azért lett egy állandó keret, mert azt vettük észre, hogy az ő életükben még nagyon fontos a fikció, és nagyon számít nekik, hogy valamibe el tudják képzelni magukat, és valamiféle világot teremtünk köréjük. És az is nagyon fontos, hogyha még csak tanulás van, az sem annyira érdekes számukra, és hogyha csak kötetlen dolog, az sem. És így tudjuk a kettőt a legjobban vegyíteni, hogy egy fikción, egy mesén keresztül, egy szerepbelépésen keresztül van nekik valami megtanítva. Én is nagyon jól érzem magam, én nagyon szeretek együtt játszani a gyerekekkel,
És ezt ők is szeretik, tehát kérik is, hogy Éva néni akkor, most te is. Tehát én nem hagynám ki, hogy én ne szálljak be itt bármilyen játékba. Látjuk, hogy ez egy a gyerekeknek is egy visszajelzés, hogyha a tanárnéni, aki egy példát mutat, csinálja velük, akkor az biztos, hogy jó. És ezt jó látni, hogy tényleg a pedagógusok is ennyire együttműködőek. Ezen az órán én azt tanultam, hogy a titi az hosszabb, a tá meg rövidebb. Tá, titi, tá. És a tából meg a titiből ki lehet rakni egy zsigmust. Szívesságon szép súsogás írlak levél, fa, bokor, növény, áll.